Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális szerelmi jóslás. És ennél a jóslásnál feltesszük a három fontos kérdést. Mi az ő gondolata, mik az ő tervei, hogyan érez irántad, hogyan érzi magát, és mit fog tenni. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve, az középen látható, itt felül és alul. Kezébe veszi a kartot, intézkedik, de itt vannak nehézségek. Itt is tervez egy új irányt, sőt, tervez veled egy utazást, de a háta mögött megjelenik egy személy, figyelgeti őt. Ez lehet egy férfi, lehet egy nő is, ő ezt nem veszi észre. Sőt, lehet, hogy ez a személy rossz indulatú vele szemben. Hogyan érzi magát, az itt bal oldalon látható. Itt Justícia utal egy bírósági ügyre. Lehet, hogy van egy peres ügye, amit rendeznie kell. De nem biztos, hogy így van, mert a kártya azt is jelentheti, hogy ő benne van egy bizonyos helyzetben, ami igazságtalan számára. Ez lehet a munkahelye, lehetnek családi kapcsolatok, az is lehet, hogy még benne van egy pár kapcsolatban, és sok igazságtalanság történik vele. De majd irányítja a dolgokat, lesz egy más irány, amit itt tervez. Sőt, bízik a sors kerekében, hogy ez a sors kereke abba az irányba forog, ahogy ő ezt elképzeli, és minden jóra fordul, előre mennek a dolgok. Mit fog tenni? Az itt jobb oldalon látható. Mindhárom képen a kelyhek vannak, és a kelyhek utalnak az érzelmekre. Nyitott érzelmekről beszélni, jönni fog, de vannak elvárásai, hiszen elvárja azt, hogy te is átnyújtsd számára a kelyhet, hogy kimutasd a te érzelmeidet. Itt a 10-es szám jelent egy új kezdetet. Kezdődik egy új periódus az életetekben. Itt látható, hogy pontosan ezt tervezi. De kezdetben még viharos minden. Itt is látható a kezdeti nehézség, és az is, hogy itt valaki figyeli őt, igazságtalannak tűnik ez a helyzet. Közben van egy telefonhívásom, rögtön itt vagyok. Közben volt egy telefonhívásom, mert telefonon keresztül is szoktam jósolni, így gyorsabb, hiszen rögtön ki tudom vetni a kártyát. Visszatérve erre az általános jóslásra, tehát, hogy mit fog tenni, az itt látható, a kelyhek jelentik az ő érzelmeit, de a te érzelmeidet is. Egy új irány, egy új kezdet, de itt még viharos idő van, vannak nehézségek, ami itt is látható, és szerintem amiatt, mert valaki figyelgeti őt. De itt megoldódik a helyzet, hiszen az eső, az jelenti a víz elemét, itt majd tisztázódnak bizonyos dolgok. És megnézzük, hogy mit mutatnak még a kártyák. Itt a madarak azt jelentik, hogy kilép egy bizonyos helyzetből, ott van a levegő eleme, végre fel tud lélegezni. Amit a madarak még jelentenek, a vidámság, a mozgás és a kommunikáció, hiszen beszélni akar veled. Lehet, hogy a terveiről, vagy erről az utazásról. Újra cseng a telefon, bocsánat, rögtön itt vagyok. Tehát folytatjuk az elemzést, itt látható a csevegés, a beszélgetés. Itt a medve jelenti az ő erejét.
Újra. Bocsánat, hogy megint félbeszakítottam a felvételt, de nem akarom a telefont kikapcsolni, hiszen sokan keresnek telefonon keresztül is. Tehát itt látható a képen ez a medve. És a medve jelenti az ő erejét, amivel ő be akarja bizonyítani magát. De a medve lehet egy személy is, aki nehézségeket okoz számára. Lehet, hogy ez itt ez a kezdeti nehézség. Itt lesz egy új irány, lesznek változások, és ez a változás szerencsét hoz. Azon kívül megvan a bizalom, hogy minden úgy lesz, ahogy itt a sors akarja. Minden úgy lesz, ahogy ez a csillagokban megvan írva. Itt is látható a mozgás, előre mennek az események, majd ő irányítja a dolgokat, lesznek változások, az is lehet, hogy közeledik hozzád, lesz egy utazás, ami itt is látható. Kezébe veszi a kulcsot, mutatja azt, hogy magabiztos lesz a fellépése. Ezzel a kulccsal lezár bizonyos dolgokat, vagy kapcsolatokat. Mindazt, ami eddig igazságtalannak tűnt számára. Egyúttal lesz egy új irány, lesz közeledés, a kulcs jelentheti a nyitottságát, és ami itt is látható, hiszen közeledik hozzád, kimutatja az érzelmeit. Itt a könyv jelenti a tudását, vagy jelenthet titkokat is, hogy úgy gondolja, úgy érzi, hogy valaki eltitkol előle valamit. Eddig zárkózott volt, de változik a helyzet, hiszen itt látható, hogy nyitott érzelmekről beszélni, kimutatja az érzelmeit. Itt is látható egy utazás, amit ő tervez. Ez a kép is utalhat utazásokra, változásokra. Vagy hogy útban van hozzád. Itt a torony jelentheti azt, hogy ki akar építeni veled valamit, valamit megnagyobbítani. De jelentheti még a korlátozásokat, esetleg egy bírósági ügyet, ami itt is látható, vagy hivatalos dolgokat. És mi az ő jelenlegi helyzete? Itt szeretetről, szerelemről van szó. És a te jelenlegi helyzeted? Ha mélybe tekintesz, akkor rá fogsz jönni arra, hogy ő szeret téged, közeledik hozzád, de azért még van ellenség, vagy egy irigy személy a háttérben, aki nehézségeket okoz, ami miatt minden olyan viharosnak tűnik, aki figyelgeti őt, aki miatt így fogva érzi még magát, holott kilép a toronyból, és kimutatja az érzelmeit, szeret téged, és ezekkel az érzelmekkel közeledik hozzád. Az a fontos, hogy akkor is, ha a múltban voltak félreértések, próbálj meg megbízni benne. És ez volt az általános jóslás. Ha megvan az igény arra, hogy kivessem a kártyát, vagy telefonon keresztül, vagy mint egy videó felvétel álnéven, természetesen kérheted ezt a jóslást is. A díjam 4000 forint. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!